Nagy sikert aratott az év utolsó gyermekműhely foglalkozása. A kicsik mesefoglalkozáson vehettek részt és gyertyát készíthettek november 17-én a Generációk házában. A gyermekműhely programsorozat bevezetésének célja, hogy minőségi komáromi gyermekprogramot nyújtson a fiatalabb generációnak. A gyerkőcök az év során régi mesterségekkel ismerkedhettek meg, így többek között foglalkoztak gyapjúval, agyaktálakat és különböző népi figurákat készítettek. A foglalkozás kísérő eleme minden alkalommal egy-egy népmes előadás volt. A gyermekműhely foglalkozások visszatérő vendége Jastyúrné Polgár Zsóka, aki népmesekincstár mesefoglalkozásaival interaktív módon szólította meg a kicsiket. Tüzet viszek, ne lássátok, ha látjátok, se mondjátok, ég a ruhátok. Tüzet viszek, ne lássátok, ha látjátok, se mondjátok, ég a ruhátok. A pénteki mese délután témájának a központjában a tűzelem állt, mely szorosan kapcsolódott a műhely foglalkozáshoz. Vécs Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei Népművészeti Egyesület tagja ugyanis a gyertyamártás rejtelmeibe vezette be az apró talpúakat. Ugye a mai foglalkozáson a gyertyamártás titkaiba is beleláthattak a gyerekek. Érdemes tudni erről, hogy ma Magyarországon ilyen, hogy gyertyás vagy gyertyakészítő nem igazán létezik. Régen, aki a mézes kalácssal foglalkozott, mivel ők használtak méviaszt is, ők általában készítettek gyertyát is, és ez a szakmapáros, ez kéz a kézben járt. Az Éva már nagyon régóta foglalkozik a gyertyamártással, és egyébként ez egy nagyon nehezen elsajátítható, tanulható szakma, tehát ha valaki ezt így eldönti, hogy ő ezt szeretné megtanulni, akkor nem fog erre nagyon workshopot, lehetőséget találni, úgyhogy szerencsénk van, hogy ő itt van nekünk, és egyébként a Hagyományok házában a Népi Játszóház vezetői tanfolyam keretein belül van egy olyan egység, amely ezzel a résszel foglalkozik, tehát ott is csak egy kis pár órásnyi anyag áll rendelkezésre. De szerencsére Éva egy ilyen tanfolyamon részt vett, akkor szeretett bele, utána járt a dolgoknak, kikutatta ezt egy hosszú kutatómunka árán, és így most el tudta nekünk hozni majd a Generációk házába ezt a művészetet. Februártól újraindul a gyermekműhely foglalkozás a Generációk házában, melyre a szervezők minden olyan komáromi gyerkőcöt szeretettel várnak, aki szívesen megismerkedne a régi mesterségekkel. 2024-re 8 gyermekműhely foglalkozással készülünk, és úgy gondoljuk, hogy a titok abban van, hogy őrizzünk valamit az ősiségből, a régiségből, a régi mesterségekből, ezért a Népművészeti Egyesület tagjait szeretnénk a jövőben megszólítani. Természetesen más egyéb kézműves alkotók mellett, de egy kicsit azt szeretnénk, hogy a régi mesterségeket ismerjék meg a gyerekek, és őket megszólítva szeretnénk visszahozni ezeknek a régi foglalkozásoknak a varázsát, az alkotásnak az örömét. Például most itt a gyertyamártással megtapasztalhatták azt, hogy nem csak addig tart, amíg leemeljük a polcról azt a gyertyát, és kifizetjük, és 2 perc alatt vége a folyamatnak, hanem bizony ez egy hosszabb folyamat, a semmiből valamit alkotni. Hogy megtapasztalják azt, hogy ahhoz, hogy valamit készre kapjanak, ahhoz bizony meg kell dolgozni a saját két kezükkel. Úgy gondolom, hogy ez a jövőben is egy hasznos tapasztalat lehet a részükre.